Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Életkezdet Szakmai Egyesület koraszülött gyermekekért rendezett mai konferenciájának résztvevőit, különösen Leidinger István polgármester urat, Pomáz városának képviseletében, aki elvállalta, hogy megnyitja a mai konferenciánkat. Köszönöm szépen, kedves megjelentek! Talán kezdeném azzal, hogy műszaki ember vagyok, és annak idején, amikor a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre jártam, volt egy élettan nevű előadásunk, illetve óránk, ahol nekünk kockafejű műszaki embereknek elmagyarázták, hogy hogyan működik az emberi szervezet. Úgy, hogy megértsük mi is. Tehát elmondták, hogy itt mennek a vezetékek, itt vannak a mindenféle membránok, itt vannak a mindenféle szivattyúk, és úgy rácsodálkoztunk, hogy hát a mindenit, aki ezt kikonstruálta, azért nagyon ott volt és nagyon toppon volt, és úgy megértettük. Természetesen azért van nagyon sok dolog, amit nem értünk, meg talán nem is fogunk megérteni, és hát ilyen a fogantatás, meg hát ilyen amiért ma is összejöttünk, a koraszületés. Hát ugye forgatókönyvben le van írva, hogy hány napig kell bent lenni a pocakba, hogy ez a kisbaba kifejlődjön, és hát valamiért ez a kisbaba ez úgy nem tud, hogy hát már pedig ő nem várja ki ezt a forgatókönyvben leírt időt, hanem előbb jön. És hát tudjuk, hogy annak idején, amíg kevesebbet tudtunk ezekről az élettani dolgokról, addig bizony nagyon nagy volt a halandóság a gyerekeknél, és hát akik születés után közvetlenül, és nem biztos, hogy a gyermek ági lázba elhaláloztak, bizony előfordult, hogy hát a koraszület gyermekek voltak azok, akik a legsebezhetőbbek voltak. Orvostudomány fejlődésével egyre nagyobb védelem van ezeknél a babáknál, és hát most már elmondhatjuk, hogy azért javarészt annak ellenére, hogy koraszülöttek, de hasznos tagjai tudnak lenni a társadalomnak, fölnőnek a feladathoz, behozzák azokat a hátrányokat, amit elszenvednek már születésük pillanatában. És hát előbb-utóbb majd megértjük ezeket a folyamatokat, hát biztos el fogunk jutni odáig. Mai napra kívánok Önöknek jó tanácskozást, jussanak közelebb ezekhez a titkokhoz, beszéljük meg egymással, és akkor ezekkel a gondolatokkal én megnyitom a rendezvényt. Szeretném megkérni másik házigazdánkat, mégpedig az Életkezdet Szakmai Egyesület elnökét, Séfer Erzsébetet Böbit, hogy mondjon néhány szót, miért is, honnan pattant ki ez az ötlet, miért tartja fontosnak felkarolni a koraszülöttek jelenség köré. Köszöntök mindenkit, és örülök neki, hogy megjelentek a meghívott előadóink. Szerettük volna ezt a napot úgy eltölteni, hogy egy kicsit közelebb jönnek hozzánk, mi hozzáink, a társszakmák egy kicsit szorosabban tudjanak kapcsolódni, mert nagyon hasznos, hogy ők látják ezt a koraszülött világot, és mi az egészséges újszülöttekkel, egészséges szülésekkel találkozunk zömmel, és akkor itt tudunk segíteni nekik abban is, hogyha már ők elengedték a piciket, és akkor mi nagyon szívesen átvesszük, amikor már olyan állapotba kerültek, hogy kimondottan egészséges koraszülött. Köszöntöm a doktornőinket, Debrecenből jöttek el hozzánk, és ez azért is nagyon fontos, mert itt ezt az értéket, amit Debrecenben mi már 30 évvel ezelőtt képviseltünk, Európa elismert minket, és szerettük volna
És a doktornőik készségesen állnak a segítségünkre, szellemi támogatók, lelki támogatók, hogy van tovább, és ha kicsit is, de mindig tudunk segíteni. Köszönjük szépen a polgármester urat, hogy befogadott minket. Nagyon fontos, hogy itt a Pomáz önkormányzata támogató, és a művelődési ház dolgozói is nagyon sokat segítenek itt a szervezéseinkben. Korosz doktornőt szeretnénk megköszönteni, mert a Korosz doktornő gyerekorvosként nagyon-nagyon nagy feladatot visszahátál itt a Pomázért. Nagyon jól ismerik, elismerik őt. És akkor visszaadom a szót a moderátorunknak, Somogyi Tímának, és ő fogja levezényelni a napot. Ő lesz az összekötő szöveg, aki bevezeti az előadók előadásait. Köszönöm a segítségedet. Konferenciánk első előadásaként bemutatkozik a KORE, a Koraszülöttekért Országos Egyesület elnökét, Földvári Nagycsücsit is köszöntjük köreinkben. A tervekről, célokról, mit jelent a KORIP, bemutatja az alelnök, Tamás Diana, illetve te akkor Zsuzsi át is adom. Én kiválóan beszélek mikrofon nélkül is, mert nagyon sokat adok elő, vagy muszáj a mikrofon? Oké, rendben, akkor mindenféleképpen mikrofonban fogok beszélni. Földvári Nagy Zsuzsi vagyok, a Koraszülöttekért Országos Egyesület egyik alapítója és elnöke, és hogy hogyan is kerültem ebbe a témába bele, az én várandóságom 26. héten befejeződött, és a kislányom 610 grammal érkezett erre a világra, ami egy nagyon súlyos és traumatikus szülési élmény volt, és 3,5 hónapot töltöttünk egészségügyi intézményekben, mire a kislányommal 2380 grammos súllyal haza tudtunk térni. Én akkor megfogadtam, hogy mindenféleképpen szeretnék azzal a problémával foglalkozni, hogy az édesanyák az intenzív ellátásban is aggódva a gyermekeiket ne legyenek annyira egyedül, mint amennyire én voltam egyedül ebben a helyzetben. És mivel a barátságok is nagyon sok minden kapcsolódik, a koraszülött intenzív osztályok előtt lévő padokon, ott történtek olyan ismerettségek, illetve az internetnek már akkor is köszönhetően, hogy mi édesanyák, pont kolléganőmmel, Damás Diannával is, együtt elkezdtünk gondolkozni azon, hogy akkor hogy is tudunk mi a tömegeknek segíteni. 2008-ban hoztuk létre Magyarország első koraszülés témájú honlapját, a koraszülött.com oldalt, ami kifejezetten laikusoknak szól, tehát ez nem egy szakmai oldal, hanem a szülőknek segít eligazodni abban a helyzetben, amiben találják magukat, amikor koraszülnek. Mert ugye mindenki mire gondol? Mindenki azt hiszi, hogy ugye 47-ig lesz várandós, majd ül a nagy piros labdán, vajúdik a bordásfal mellett, és akkor hirtelen történik valami, amiből lesz egy szirénázó mentőautó, egy sürgősségi császár, egy nagy ijedelem, egy nagy bonyodalom, és akkor hirtelen ott találja magát egy intenzív osztályon, ő maga is, és a gyermekét egy másik intenzív osztályon, és akkor az elképzelt 3 kilós gyönyörű rózsaszín puha baba helyett lesz egy lila 600 grammos gyermek az inkubátorban, és az édesanyának meg kell küzdeni azzal, hogy nem tudta kihordani a gyermekét, tele van aggódással, félelemmel. Egy olyan helyzetbe kerül, ami minden anya és minden ember számára teljesen idegen, hiszen bekerül egy űrbázishoz hasonló intenzív osztályra. Nem tudja a gépek nevét, nem érti, hogy miért van ilyen szag bent, teljesen új emberekkel kapcsolódik, az egészségügy aktív részévé válik, hiszen ő hónapokon keresztül állott az inkubátor mellett. Na, ezekkel az alapokkal indult el, hogy létrejött a Koraszülöttekért Országos Egyesület, ilyen élmények, és akkor most idézőjelezzük az élményeket. A Koraszülöttekért Országos Egyesület 2011-ben alakult meg hivatalosan, de 2007. decembere óta működtünk informális módon. Gyakorlatilag jelen pillanatban 30 család alkotja, vagy 33 a korét, de mi nem törekszünk arra, hogy tagokat gyűjtünk, mi önkéntesekkel dolgozunk. Az ország 16 megyében vagyunk jelen, és 1200 és 1600 önkéntes tartozik hozzánk jelen pillanatban. Egyedüli szülőszervezetként vagyunk jelen Magyarországon, aki országos lefedettséggel bír. Egyesületünk munkája nagyon széles körül.
Személyemben ugye az operatív vezetés és az edukáció, ami hozzám tartozik, én 4 egyetem 6 tanszékén tanítok már. Azt a fajta kommunikációt az egészségügyi szakembereknek, én orvosna hallgatókat, védőnői szülésznő hallgatókat tanítok felelős kommunikációra, hogy hogyan kell kommunikálni azokkal az édesanyákkal, akik traumatikus élethelyzetben vannak. Fut még egy országos védőnői programunk, a Magyar Védőnők Egyesületének vagyok akkreditált oktatója, és szintén ugyanezeket a kommunikációs attitűdöket és koraszülött utógondozás témáját adjuk át, vagy adom át a védőnőkre. De ez csak egy szelete a KORE munkájának. A KORE zászlós hajója az kolléganőmhöz fűződik, Damásdi Annához, ő honosította meg több mint 10 évvel ezelőtt a koraszülött ruhagyűjtés projektünket, aminek az a lényege, hogy 29 koraszülött intenzív osztályt látunk el speciális textíliákkal, és majd amikor átadom Annának a szót, akkor fog beszélni a koripokról, azokról a kis csápos, ikonikus figurákról, akik bekerülnek az inkubátorokba, és ők lesznek a babák első barátai. De hogy nem csak koripokról van itt szó, hanem letakarókról, kis szívekről, de majd erről is beszélsz később. Van még egy másik textilekhez picit kapcsolódó projektünk, 44-es mérettől 50-es méretig ruhákat kölcsönzünk a családoknak, teljesen ingyenesen, azért, mert ez a fajta beszerzés ez nagyon nehézkes. Egy baba 2200 gram súlya megy haza, és bizony az még a 44-es méret, ami a kereskedelmi forgalomban alig kapható. A korecsomag.hu át tőlünk teljesen ingyenesen lehet igényelni az első 3 hónapra ruhát, forgórendszerben ezt el lehet érni. A KORE-nak az össztársadalmi érzékenyítés az egyik legfontosabb feladata. Miért mondom ezt? 15 évvel ezelőtt még szégyen és tabu volt a koraszülés. Megbélyegeződtek azok az anyák, akik korábban érkeztek, akiknek a gyermeke korábban érkezett erre a világra. És én pont a napokban írtam egy cikket, amikor így visszagondoltam, hogy az KORE-nak a 15 éve és a világnap 10 éve, hiszen ma Magyarországon ugye 11-ére ünnepeljük a koraszülöttek világnapját, amit mi, a mi egyesületünk hozott Magyarországra 2012-ben, hogy mi is a legnagyobb eredménye. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb eredménye az, hogy ma Magyarországon megszűnt tabunak és szégyennek lenni a koraszülöttség. És miért utaltam erre? Tavaly volt egy fantasztikus projektünk, Magyarország első koraszülésről szóló szabadtéri monumentális kiállítását hívtuk életre a Várkert bazárban. Itt gyakorlatilag a koraszülött mentésen át a koraszülött ellátás, ápolás, fejlesztés és maguk az emberek történetei lettek bemutatva. 27 napig volt itt ez a szabadtéri kiállítás, és közel 10 000 ember nézte meg. Egyébként online-ra átültettük ezt a kiállítást, mindenki megnézheti a picikiállítás.hu weblapon.